Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban vendégünket, Üveges Hubát, történészt, írót, youtubert, aki hadtörténészeti témákkal foglalkozó videókat szokott gyártani a YouTube-on. Szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást ezúttal is! Ugye nagyon sok pozitív kommentet kaptunk egyébként az elmúlt időben felvett adásainkkal kapcsolatban, sok jó tanácsot is, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, és akkor kicsit szeretnénk ma Bakhmut ostromáról, bevételéről, Bakhmut városáról többet megtudni, erről beszélni, és hát ott is kezdeném talán ezt az egész történetet, hogy ha ugye azt láttuk, hogy tehát nincs olyan ember, aki követi a híreket, és most már ne tudná, hogy mi az, hogy Bakhmut, tehát akinek idegenül csengene ez a szó szerintem, mert mindenki tudja, hogy ez egy ukrán város, milyen véres csaták zajlottak ott az elmúlt hónapokban, de egy picit, ha többet akarunk tudni erről a városról, szerinted mi az, amit érdemes tudni róla? Egyáltalán mennyire központi hely ez a Donyeck megyében, jól tudom, akkor ott található, mennyire volt ez régen akár csatáknak a színhelye? Bakhmutot kimondottan önmagában stratégiailag nem mondanám kiemelten fontosnak, az Szlovjánszk és Kramatorszk lenne az oroszok számára elsősorban, meg hát az ukránok számára, és azok jóval nagyobb városok, viszont valahogyan el kell oda jutni, és a Harkovi ellentámadás óta Izium elvesztését követően ebben a legközelebbi hely Bakhmut lett, szóval ebből az irányból tudnak oda most a legkönnyebben eljutni. Ezentúl Bakhmutról, amit tudni érdemes, hogy egy 80 ezer fős város volt a háború előtt, jelentős a sóbányászata, só nyilván annyira nem fontos stratégiailag. Ezentúl, ami még jelentős, hogy egyrészt egy déli utánpótlási útvonal ott fut végig egész Ukrajnán lényegében, egész a lengyel határtól, másrészt pedig Kijev, illetve Harkov irányából is egy jelentős utánpótlási vonal fut oda. Hogyha ezt a kettőt így összekötjük, Bakhmutban találkoznak, akkor lehet mondani, hogy ez volt a fő artériája az ukrán utánpótlásnak, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne helyettesíthető, ugyanakkor emiatt rendelkezett kétségkívül némi jelentőséggel így önmagában is. De a múltját tekintve Bakhmut az nem mondható egy ilyen nagyon konfrontatív helynek. Nem. Ha jól gondolom. Hát eleve határőrvárosnak alapult, Szerbiából is telepítettek be oda még önként jelentkezőket, illetve kozákokat is telepítettek oda, Nagy Péter jelentős erődítési munkálatokat végzett ott, szóval volt egy ilyen katonai jellege a városnak. Aztán második világháborúban is zajlottak ott harcok, nem a legjelentősebbek, Bakhmutot azért jelenlegihez képest gyorsabban gazdát cserélt minden alkalommal, 41 és 43 között volt a németek kezén, és 14-ben is zajlott ott egy kisebb ütközet, lényegében csatlakozott Bakhmut is a szeparatista ügyhöz, fogalmazunk úgy, szóval a helyi választásokat ott is meghiúsították, kitűzték az orosz zászlót, utána a novorussziai zászlót, és ennek végül is 3 hónapnyi kisebb-nagyobb csetepaték után az ukrán különleges erők és a Nemzeti Gárda vetett véget 14-ben, és onnantól kezdve ukrán kézen van ismét Bakhmut, és hát 2022 nyaráig maradt is ez a helyzet. Ugye most itt a aktualitását nézve a Bakhmut városának azt lehet hallani, hogy egy rendkívül kegyetlen véres ostrom zajlott a város ellen. Mind a két oldal, oroszok, ukránok is rendkívüli vérveszteségeket szenvedtek el ezen a területen. És amikor az ember így elgondolkodik, vagy fölteszi a kérdést akár elemzőknek, hogy na de miért, hát mi van ott Bakhmutban, ami ennyire fontos, akkor sokszor azt a választ kapjuk, hogy mindkét fél számára szimbolikus jelentőségű. Ez alatt mit értsünk? Szimbolikus jelentősége is van, az ukránok számára azt demonstrálja, hogy ők már pedig kitartanak, megvédenek minden egyes négyzetcentimétert. Bakhmutot, hogy elég sokáig sikerült védeniük, ez hozzátartozik, az oroszok számára pedig még akár az őszi ukrán ellentámadások alatt is azt demonstrálta, hogy ők már pedig akkor is megpróbálnak előretörni. Ez lényegében a szimbolikus része a dolognak, másrészt meg stratégiailag is van annyi jelentősége, visszatérve erre a kérdésre, így a két fél stratégiájában, hogy az oroszok alapvetően, hogyha az egész stratégiájukat nézzük, arra törekszenek, hogy
létrehozzanak ilyen tűzzsákokat, szóval megpróbáljanak északról, délről közrefogni területeket, azokat tüzérséggel a lehető legjobban belőni, ott a lehető legnagyobb veszteséget okozni az ukránoknak, és ez ügyben Szeverodonyeck után Bahmut volt a következő település, ahol ezt a stratégiát tudták alkalmazni aktívan. Jelenleg nagyjából Avdivkáról mondható ez, hogy ugyanezt a taktikát tudják alkalmazni, hogy nagyon kicsi terület, a védők nagyon rá vannak kényszerítve arra, hogy folyamatosan újabb tartalékokat vonjanak fel, és azokat a tartalékokat így folyamatosan lehet tüzérséggel támadni egy viszonylag izolált környezetben, és ebből a szempontból az orosz taktikának ez egy eredményes vállalkozása volt. Ukrán részről pedig a Szeverszoledár-Bahmut vonal volt egy ilyen stabilabb, jobban képített védvonal, amit hát célszerű is volt védeniük, mert ez így önmagában, amíg Szoledár el nem esett, addig mindenképpen adta magát. Utána januártól kezdve az ukránok számára már annyira tulajdonképpen nem érte meg, lévén, hogy az utánpótlási útvonalék nagyon leszűkültek, azokat folyamatosan lőhették az oroszok, és ez elég nagy veszteségeket vezetett túl a harctéri veszteségen, amit az első vonalban küzdők elszenvedtek. És hát lényegében azt lehet mondani, hogy ha májusban volt az ukránoknak egy kisebb ellentámadás, hogyha ez korábban jön, akkor még meg lehetett volna magyarázni, hogy az ukránok miért ragaszkodnak annyira hozzá, de hát ugye ezt húzták, halasztották, a tartalékokat folyamatosan gyűjtögették, ugye mint látjuk a nagy ellentámadásra, de Bahmutnál nem vetették be őket, és emiatt Bahmut egyre nehezebb helyzetbe került, és tényleg maradt csak az a szimbolikus jelentősége egyfelől, hogy csak azért is védeni, másfelől pedig az ellentámadásig is felfogta az orosz támadást, az orosz lőszerszállítások egy jó részét, bár ezt a Wagner részéről vitatták, de valójában a beszámolók, az elemzések többnyire viszonylag nagy felhasznált lőszermennyiségről szólnak, szóval ebből a szempontból lekötötte az oroszokat addig, amíg úgy nem érezték, hogy itt az ideje az ellentámadásnak. A tűzzsák fogalmat használtad, ez a fogalom megegyezik azzal, amit az elemzők katlanként szoktak emlegetni? Hát nem más, teljesen, más. A katlan az teljes bekerítést jelentene, ott lényegében annyival jobb a támadók helyzete, hogy az ellenség egyáltalán nem kap utánpótlást, például Mariupol, ahol így egy idő után kénytelenek megadni magukat annak ellenére, hogy még harcolnának, csak már ugye nincs hozzá lőszer, mert nem tud hol bejutni. Ezt az oroszok különböző okokból kifolyólag, de nem használják előszeretettel, a második világháborúban se voltak túl jó tapasztalataik az ilyen katlanokkal, például akár itt Budapesten se, szóval egy nagyon nehéz ostrom volt, Stalingrad esetében szintén, de a más katlanok esetében is hasonlóan alakult, és hát ehelyett volt egy ilyen alternatív taktikájuk, amit még lényegében a második Groznyi csata alatt dolgoztak ki, hogy hagyjanak egy kis rést az ellenségnek mozogni, úgy ki tudnak majd vonulni a végén, de nehéz fegyverzetet jellemzően hátrahagyva, és jellemzően addig is még több veszteséget elszenvedve azáltal, hogy még utánpótlásokat is küldenek ezekbe a félig meddig katlanokba. Ebben mondjuk a Groznyi csatában volt némi csel is, ott maga GRU adott meg egy alternatív kivonulási útvonalat Baszajevnek, hogy ott tud majd áttörni az orosz vonalakon, hogy elhagyja a várost, de hát az csapda volt. Hasonló volt a helyzet 2014-ben az Iljanovszki katlannál is, ott is megpróbálták ezt az eszközt alkalmazni, és hát a teljes bekerítés részben a mariupoli orosz szempontból, ha bár összességében eredményes, de ugye az ütközet első meg középső szakaszait nézve, veszteségteljes tapasztalatot nézve ott se vágták el az ukrán csapatokat, ott is valószínű hasonló megfontolásból. Jó, akkor ez a tűzzsák, akkor így most már világos. Tehát amikor van egy kis rés, amin még az ellenség azért tud mozogni, most ezt így laikusan megfogalmazva. Igen. Milyen volt egyébként ez a bakhmuti csata így katonai szempontból? Tehát milyen jellegű műveletek folytak e város körül? És minek köszönhető az, hogy mindkét félnek ekkora emberveszteséggel járt ez?
Ez annak volt köszönhető, hogy egy nagyon sok szempontból modern ütközetről beszélünk ugyan, de voltak első világháborús aspektusai is. Itt a lövészárok harca, gondolok, elsősorban az mindkét fél viszonylag erőltette, az ukránok is sok védvonalat tudtak így létrehozni a senki földjén lényegében, és az oroszok is részben az ukrán ellentámadások ellen szintén alkalmaztak, ők is elég mély lövészárok rendszert, illetve hát ők is ezeken a lövészárok rendszereken elsősorban gyalogsággal tudtak áttörni, itt kisebb rohamosztagokat alkalmazva. Ugye ez az evolúció, amit ott a Wagner csapatai, amin keresztül mentek, szóval ez vezetett 2022 év végén az új orosz gyalogsági harcászati kézikönyv megszületéséhez is, amit nagyjából onnan mintáztak. Hogyha azt nézzük, Prigozsin maga a verduni csatához hasonlította a Bahmutit, ezt még talán decemberben tette, vagy... Szóval viszonylag korai stádiumában, a csatának a közepén, szóval annyira nem korai stádiumában, de akkor már mindenképpen igaza volt ebben, és lényegében ennek az volt a lényege, mint mondtam, hogy igyekezzenek kimeríteni az ukránokat, amennyire tudják becsalni ebbe a kiszögelésbe, és ott a tüzérséget, a legerősebb fegyverneműket kihasználva nagy veszteséget okozni, de ehhez az is kellett, hogy folyamatosan védelemre kényszerítsék őket, folyamatosan rákényszerítsék őket arra, hogy minél több erősítést küldjenek a térségbe. Erre a Wagner elsősorban a fegyenc katonák toborzása révén volt képes, volt, amikor a hadseregük legalább kétharmadát, de lehet, hogy háromnegyedét is ilyen katonák alkották. Őket is ugyanebben a jobb harcászati eljárás sok keretében vetették be, szóval nem volt az a tényleges emberhullám támadás, mint amit nagyon sokszor állítanak. 20 embernél többet egyetlen egy képkockán nagyon-nagyon ritkán lehetett látni. Ukrán beszámolók szerint is lényegében ez a 9 fő és 12 fő közötti kis rohamcsapat volt az általános, abból ugyanakkor volt, hogy többet küldtek. Ezeknek az eredményeit úgymond arra használták fel, hogy az így felfedett ukrán állásokat aztán tüzérséggel még jobban tudják támadni, szóval nagyon sokszor ezek nem értek el tényleges sikert, de az, hogy tüzet nyitottak elég az ukránok tüzérséggel, vagy akár gyalogsággal, az felfedte az ukrán állásokat, és így azokat akkor tüzérséggel egyszerűbb volt semlegesíteni. Technológiai értelemben igyekeztek a Wagner részéről egy kevéssé költséges csatát lebonyolítani volt, úgyhogy hetekig egyetlen egy harckocsit se lehetett látni. Ez a csata utolsó részében nem volt igaz, de főképp a Bahmut körüli harcok idején, szóval úgy nagyjából januárig, februárig, ez viszonylag általánosnak volt mondható, hogy nagyon kevés technológia, kis csoportokat küldenek előre, és azoknak az eredményei alapján a tüzérség csapásait pontosítják. Ez nyilván orosz részről is veszteséges volt, ukrán részről meg amiatt volt veszteséges, hogy ezeket a lövészárkokat mégiscsak tartani kellett, fel kellett tölteni, akkor is, hogyha éppenséggel nem jött ellenséges támadás szárazföldről, gyalogság részéről, hanem csak a tüzérség részéről, és hát az egy egyoldalú küzdelem eléggé, hogy szerencsétlenek próbálják ott a lövészárokban túlélni, és közben meg órák hosszat bombáz a tüzérség. Ez nyilván veszteségekkel jár. Hogyan képzeljünk el egy ilyen modern rohamosztagot? Tehát, hogy egy kézi puskával, tehát, hogy bokorról bokorra próbálnak előre jutni, vagy ez nagyon régmúlt elképzelés már? Volt ilyen is. Elsősorban próbálnak bejutni az ellenséges lövészárok rendszerbe, mert akkor ők is valamennyire fedezékben vannak, de odáig nagyon sokszor az ilyen fasorok, néhány bokor, szóval az jelentheti a fedezéket egyedül. Ez abszolút egy reális dolog, ezt próbálták összehangolni azért, hogy a modern technológiát is használják, szóval hogy legyen a kis rohamosztagnak egy drónja, ami felderítést végez, legyen a katonáknál ilyen Blue Force tracking rendszer, ez azt jelenti, hogy a saját csapatokat, meg az ellenséges állásokat lényegében egy ilyen GPS térképen
vagy GLONASS alapú térképen külön-külön megjelölték, és akkor ezek alapján jobban átláthatták a harcteret. Ők is megjelölhették rajta, hogy hol vannak az ellenséges állások, kérhettek oda tüzérségi erősítést, támogatást, de lényegében azért a legelől haladóknak csak-csak valóban bakorra, fáról fára kellett előre haladni, vagy szerencsésebb esetben lövészárokban. Mondjuk az is egy nagyon kiszámíthatatlan harcipus, mert bármelyik kanyar után a lövészárok rendszeren belül ott állhat egy ukrán katona, aki tüzet nyit. Itt a kézigránátok játszották a legnagyobb szerepet, mert azzal a folyamatosan a nem, be nem látott részeket meg lehetett úgymond szórni, és az valamicske biztonságot adott. És a drónok itt is, mert a drón fölülről látható, hogy hol van az ellenség. És hogyha látta az adott szakasznak a parancsnok a tabletjén keresztül, akkor nyilván tudott jelzést adni az elől haladó lövészeknek, hogy akkor mire készüljenek. Mi azt lehetett olvasni már több cikkben, hogy Ukrajna milyen mértékben lett elaknásítva. Bakhmutra jellemző volt az, hogy ilyen taposóaknákat helyezzenek el? Volt, szóval az akna használt ott is jellemző volt. Ott is alkalmaztak aknaszóró rakétákat is, amiket most a dél-ukrajnai ellentámadás során azért jóval gyakrabban, vagy az ellenséges területre is belőttek rakétával aknákat. De annyira nem, mint mondjuk most dél-ukrajnai harcok során lévén, hogy az oroszok is törekedtek arra, hogy lehetőleg csak 1-200 méter legyen az állásaik és az ukrán állások között, szóval igyekeztek így, vagy ők fogalmaztak karnyújtásnyi távolságra lenni, másrészt az ukránok is gyakran alkalmaztak ellentámadásokat, hogy a már elfoglalt árkokat gyorsan visszafoglalják, és ezzel is passítsák az orosz térnyerést, vagy a városban, ugyanez az épületek esetében, szóval annyira kiterjedt aknatelepítés nem folyt, mint mondjuk Dél-Ukrajnában. Ugye 9 hónapig tartott ez az ostrom, és Bakhmut elesett, bár bevallom őszintén nehéz volt kiigazodni a hírek között, mert akárhányszor bejelentették, hogy Bakhmut elesett, körülbelül eltelt 2-3 óra, és akkor bejelentették, hogy na mégsem, és még tart tovább a küzdelem. Mikor mondhatjuk ezt, hogy egy város elesik? Hát nyilván leginkább akkor állíthatjuk ezt, hogyha tényleg az utolsó házig elesett. Ez tényleg vitatható, hogy mikor történt meg, de a Wagner bejelentése idején május 20-án direkt úgy csinálták, hogy számos felvételt is feltöltöttek a város különböző pontjairól, és azokat a geolokációval foglalkozó egyének, nem mondom, hogy szakemberek, mert nagyon sokszor ezt ilyen magánemberek végzik, hozzám hasonlóan a YouTube-on, és ők ezt tudták igazolni, hogy ez lényegében azt jelenti, hogy Bakhmut 99%-a valóban orosz kézen volt akkor. Ivanovszke felől viszont az Bakhmutnak a dél-nyugati szöglete, ott egy-két utca, néhány ház még azért sokáig vitatható volt, hogy tényleg el van-e foglalva, vagy nincsen. Szóval az egyik kiárat irányában még lehettek néhány napig ukrán csapatok, de alapvetően ez a május 20-ai dátum Bakhmut 99%-ára igaz lehet. De ez egy kiürült város, tehát itt ez igazából megszűnt úgymond létezni, tehát nincsen semmiféle élet. Hogy képzeljük ezt el? Lényegében teljesen kiürült, ez csak ugyanigaz, maradtak azért emberek, az ukránok eléggé gyanakodtak rájuk végig, mindig gyanakodnak ezekre az úgymond, ahogy ők nevezik, várakozókra, vagy orosz várókra, hogy esetlegesen jelentik az ő pozícióikat is az oroszoknak, és vagy más módon szabotázsal ezzel azzal segítik az orosz előretörést. Szóval maradtak ilyenek pár százan, de ez tényleg a korábbi lakossághoz képest egy nagyon-nagyon eltörpülő része a városnak, szóval tényleg egy mondjuk, hogy ha 1%-ot mondunk, lehet, hogy azzal is túlzunk. Tehát a gyanúsak az ott maradók, és hát felismerül az emberben, hogy valaki miért marad egy ennyire komoly műveletek központjában lévő városban, és hogy tud itt aztán élni? Mert hát nyilván, hogy itt azért a normál életnek a feltételei akár abszolút lehet, hogy nem is adottak, nem? Tehát nincs a boltba kenyér, most ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, az áramhálózat is nyilván ilyenkor akadozik, tehát a közműellátások, miért marad valaki ott?
Hát igen, ez valóban nagyon nehéz egy ilyen helyen élni, de egyrészt hát lehettek ténylegesen olyanok, akik annyira várták az oroszokat, és azért maradtak, másrészt ténylegesen is voltak ott nagyon idős emberek, akik már nem akartak sehova se költözni, még akkor se, hogyha éppen ott zajlik egy csata. Ez a kettő valószínűleg így összeadódott. Ezen kívül úgy más logikus magyarázat ilyen helyen maradni nincsen, szóval... Akkor azt kimondhatjuk, hogy most ez a város az oroszoknak a kezén van, mihez kezdenek vele, mit csinálnak vele, tudják ezt valamire hasznosítani, magát a területet, akár földrajzilag, ugye beszéltél egy picit arról, hogy stratégiailag azért van mégiscsak jelentősége itt az úthálózatok miatt. Ez az oroszoknak egy nagy dobás volt, hogy ezt végül sikerült bevenni most a szimbolikus jelentőségen túl? Hát abból a szempontból volt nekik nagy dobás, hogy itt jól tudták alkalmazni a taktikájukat. Abból a szempontból, hogy innen könnyen tovább tudnának jutni, az kérdéses, hogy a Csaszivjár irányába is nehéz előre jutni, nagy az ukrán csapatkoncentráció, és nem is errefelé a legcélszerűbb tovább folytatni a támadásukat, hanem talán inkább ott Bilohorivka térségében fognak jobban küzdeni, hogy azt az északi kiszögelést ismét ugyanezzel a módszerrel lefaragják. Maga a város, hogy mennyire fog magához térni, ez kérdéses. Nyilván orosz részen is van valamennyi menekült, még főképp a háború előttről. Ők valamennyire vissza fognak települni, ugyanúgy ez megtörtént Szeverodonyeszkben, megtörtént Mariupolban, amik Mariupolban eleve azért kevesebben menekültek el, mint Bakhmutból, de az egy nagyobb város is. Az egy 450 ezres város, Bakhmut 80 ezres. Valamilyen szintű újraépítések lesznek, ez Mariupolban látjuk, hogy azért történik ilyesmi. Szeverodonyeszkben is zajlanak építkezések, de ott jóval kisebb volumenben, valószínűleg Bakhmutban még kisebben fognak történni. Ez az oroszok támogatják ezeken a területeken már az újjáépítést? Igen, igen. Hát Mariupolban, amit jó ideig az ukránok, ukrán tüzérségnek és a HIMARS-oknak hatótávolságán kívül hittek, ott jobban támogatták, mint ami még így közel van a frontvonalhoz. Bakhmut még egy jó ideig várhatóan közel lesz a frontvonalhoz, szóval ott egy jó darabig ez nem lesz. Addig így raktárbázisként tudják elsősorban hasznosítani, hogy rengeteg épület van, jól el lehet rejteni a kisebb-nagyobb készleteket. Jóval nehezebben találják meg az ukránok, nehezebben tudják tüzérséggel megsemmisíteni azokat. Valószínű ez lesz az elsődleges hasznosítása, még a komolyabb támadó hadműveleteket én északabbra gondolnám. De egyébként, ha most beszéltük egy picit itt az újjáépítésekről, hogy akár Mariupolban ugye már zajlanak ilyen munkálatok, ugye logikus lenne azt gondolni, hogyha mondjuk Oroszország elfoglal bizonyos városokat, területeket, ahonnan valószínűleg mindazok, akik az ukrán néphez akarnak tartozni, elmenekülnek, gondolom, hogy sok ilyen történt, akkor ide logikus betelepíteni oroszokat, nem? Mert akkor azzal is azt lehet mondani, hogy elfoglaltuk, kész a miénk, hát íme itt lakik x ezer orosz ember. Látunk erre bármilyen jelet? Vagy te láttad azt, hogy vagy vannak hírek erről? Egyelőre ezt nem erőltetik, szóval ezzel még szerintem várnak. Uh-huh. Mariupol erre egy jó terület, mondom, az, hogy messze is van a frontvonaltól, de Bakhmutba szerintem senki nem települne be jó szívvel, úgyhogy gyakorlatilag még mindig egy néhány kilométerre állnak az ukránok, és a tüzérség számára azért egy 20-30 kilométeren belül nagyon-nagyon könnyű célpont, illetve azon túl is azért 70-80 kilométeren belül még mindig belőhető. Szóval egy jó ideig még nem lesz az egy ideális lakhely senki számára sem. Milyen tanulságokat vonhatott le akár az orosz, akár az ukrán haderő Bakhmutnak a ostromából, annak az elestéből, annak a megszerzéséből, ugye attól függ, milyen szempontból nézzük. Tehát mit tanulhattak itt? Mi a tanulsága a bakhmuti csatának? Hát orosz részről azt hiszem, hogy azt a következtetést vonják le, hogy egy ilyenfajta ütközetek hasznosak számukra továbbra is,
akár csak Severodonyeszk, Bahmut, mint ilyen húsdarálók, ahol az anyagháború kedvük szerint folyhat, ahol jól koncentrálhatják a tüzérséget, ahol komoly ukrán tartalékokat semmisíthetnek meg, az számukra célszerű. Úgy látom, ezt a következtetést vonják le továbbra is. Másrészt hozzátenném, hogy azért, hogy ugyanezeket az offenzív erőket olyan területeken próbálnák felhasználni, az ukránok esetleg felkészületlenebbek, lehet, hogy többet érnének el, de nem úgy látom, hogy ez lenne a következtetés, amit levonnának. Ukrán részre egy logikus következtetés lenne az, hogy az ilyen nehezen védhető kiszögelésekbe nem igazán szabadna komolyabb erőket beletölteni. Bakhmutban 36 ukrán dandár fordult meg, ez az ukrán haderő egy elég tisztességes része, és hogyha azt nézzük, például Milburn ezzel is azt mondta, hogy a rotációk így az ukrán dandárok között, nem egyszerre volt ott az a 36 dandár, 70%-os veszteség körül következnek be, ez egy viszonylag nagy veszteség, még hogyha a Prigozsin által közölt számok alapján azért gyaníthatjuk, hogy ez nem is mindig értékel, szóval ennél valamivel alacsonyabb lehetett az ilyen jellegű veszteség, igaz, kapta folyamatos utánpótlást, szóval ez is benne van. Szóval egy logikus következtetés lenne, hogy ezentúl, hogyha frontvonalon ilyen jelentősebb kiszögelések keletkeznek, mint amilyen a Bahmuti volt, vagy előtt a Severodonyeszki, akkor azokat nem próbálják meg mindenáron védeni, hanem inkább kiegyenesítik az arcvonalat, és megpróbálkoznak egy kiegyensúlyozottabb védelemmel, de ott se hinném, hogy ezt a következtetést vonták volna le. Avdivkánál ugyanígy vélekeznek, ugyanígy növelik az ott lévő erőket, ugyanúgy egy viszonylag kis kiszögelésen belül, függetlenül attól, hogy a körül is nő az orosz tüzérségi koncentráció. Minden esetre az ukrán részről elmondható, hogy ezzel rengeteg időt nyertek. Például, hogyha az ellentámadásuk jól működött volna, jól működne, hogyha valahol áttörést értek volna el, akkor arra le tudták volna vezetni, hogy azért, mert Bahmutnál hősiesen és nagyon-nagyon hosszan helytálltak. Ebből a szempontból ukrán részről egy működő taktika. Hát ez azért egy nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy januártól kezdve, onnantól kezdve, hogy Szoledár és a déli kiszögelés is orosz kézre került ott Bahmuttól délre, és tényleg az utánpótlási vonalakat is teljesen be tudták lőni, már nem volt semmilyen szempontból sem indokolható azt, hogy az tovább védjék, de hát védték, szóval. De azt az orosz részről el lehet mondani, hogy a Wagner nélkül ezt nem vették volna be? Tehát a Wagnernek, a Wagner csoportnak itt egy nagyon kiemelt szerepe volt, és mondjuk az érdekes kérdés, hogy miért? Tehát azért, mert egyszerűen az oroszoktól megkapták ezt a feladatot, hogy itt van, tessék, ti intézzétek meg Bakhmutot, mi foglalkozunk minden mással, vagy pedig őnekik volt egy olyan harcmodoruk, vagy egy olyan taktikájuk, amely itt hasznos volt? Is. Maga Prigozsin szerint októberben kapták meg ezt a konkrét hadműveleti parancsot, szóval már csata kezdetét követően, addig is ott harcolt a Wagner, de addig nem ez volt a direktíva, hogy ilyen módon kellene kezelni ezt a bahmuti kérdést, és aztán onnantól kezdve megpróbálták ezt a legjobb tudásuk szerint végrehajtani. A Wagner harcászatilag innovatívabb volt, mint az orosz haderő döntő része, de valamennyire részt vettek az orosz haderő más eleme is benne. Maga a Szoledári áttörés is ejtőernyős csapatokkal közösen valósult meg, és a csata utolsó részében magában a városban is számos főleg ejtőernyős csapattest vett részt, amik hát nem a Wagner kötelékébe tartoztak. Szóval ezt a Wagner egyértelmű eredményének tulajdonítani azért túlzás, de jelentős részben azért ők érték el. Én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni erről, egy kicsit így a hátteréről, meg belemenve gyakorlati kérdésekbe, dolgokba, és minden kedves hallgatót arra bíztatok, hogy iratkozzanak fel erre a csatornára is, illetve keressék meg Hubának a csatornáját is, és oda is iratkozzanak fel. Üveges Huba történész író volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm.